Huszárok és mazsorettesek a megyenapi felvonuláson Nyírbogáton. A településen is megemlékeztek az 1992. május 20-án tartott szabolcsi zsinatról. Az ökumenikus istentisztelet után kitüntetéseket adott át Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A választókerület országgyűlési képviselője Simon Miklós arról beszélt, hogy a térség folyamatosan fejlődik és gazdasági szempontból is fontos része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Mi térségünkben működik az egyik legnagyobb ipari park, amely Nyírbátorban ugye 4000 embernek ad lehetőséget, és az elmúlt esztendőben, hála Istennek, ebben a térségben 1000 új munkahely jött létre, ez a választókerületre vonatkozik. Úgyhogy én úgy ítélem meg, hogy az elmúlt időszak reform lépései, azok jótékonyan hatottak a térség gazdaságára is. Elértük azt, hogy most már aki akar, az dolgozhat. A helyi közösségek megerősítésére az elmúlt egy évben több mint 4,5 milliárd forintot fordított a kormány, amiből több mint 250 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetet támogattak. Erről Ritvári Bence parlamenti államtitkár beszélt Nyírbogáton. Hozzátette, a keleti régió gazdasági szerepe is jelentős hazánkban. A kormány célja, hogy minőségben egységes szolgáltatásokat nyújtson az ország egész területén. Az a feltett szándékunk, hogy mindenhol az országban, kis településen, nagy településen, Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon, mindenki, aki iskolába jár, mindenki, aki orvoshoz fordul, ugyanolyan szintű támogatást kapjon, ugyanolyan szintű közszolgáltatást kapjon. Ezért vontuk be az állami felelősségvállalást, mind az egészségügy, mind az oktatásügy területén, hogy ne a helyi önkormányzatnak az anyagi lehetőségeitől függjön, hogy milyen a helyi egészségügy, vagy milyen a helyi oktatás, hanem az állam mindenhol, az ország minden településén ugyanazt a szintet tudja mindenkinek garantálni. Ennek érdekében a kormány többek között támogatta a Nyíregyházi Kórház és a megyei egészségügy fejlesztését, összesen több mint 26 milliárd forinttal, de jelenleg is zajlanak köz- és bicikliút felújítások megyeszerte.